Az országban 114 gyerekház található, amiből 64 létesítmény a kistérségi gyerekesély projektek keretében jött létre. A pusztadobosi kastélykerti gyerekházat 2009-ben alapították, és a biztos kezdett gyerekház projekt részeként a kistérségben további 23 helyszínen létesítettek gyerekházat. Úgy gondolom, hogy ez a program, illetve az ebben a programban megfogalmazott célok nagyon fontosak, nem csak a megye számára, hanem az ország számára is, és ezért örülünk annak, hogy ilyen sikeres pályázatok valósulhattak meg ezen program keretében, és valóban büszkén mondhatom el, hogy a megyében több településen van, és inkább úgy gondolom, hogy számos településen valósultak meg, akár biztos kezdett gyerekházak, akár egyéb olyan fejlesztő programok, amelyek kapcsolódhatnak a hátrányos helyzetű gyermekeknek a jövőjének a, hogy mondjam, egy kicsit szebbé, biztonságosabbá tételéhez. A harmadik alkalommal megrendezett pusztadobosi gyerekházak országos találkozója a gyerekesély program országos kiterjesztésének is az egyik állomása volt. Pusztadobosan a gyerekházak országos találkozóját harmadik ízben rendezzük meg. Ez a mai rendezvény most kiegészül a Mozdul a Gyerekesély című fórummal, ahol tulajdonképpen a célközönség, tehát a gyerek, biztos kezdett gyerekház közössége, illetve a gyerekesély program közössége fedi egymást, tehát tulajdonképpen ennek a célközösségnek egy olyan programot biztosítunk itt a mai napon, ami egy olyan találkozó, ahol szabadon lehet véleményeket cserélni, szakmai dolgokról beszélni. A találkozóra első alkalommal hívták meg a gyerekházba járó édesanyákat, akikkel együttműködve fejlesztik a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeket. A gyerekházban kora gyerekkori program valósul meg. A halmozottan hátrányos helyzetű családoknak szól ez a program, ahol a korai képesség kibontakoztatást helyezzük a középpontba. Különböző foglalkozásokat kínálunk fel a nap folyamán, minden nap más tevékenység áll a fókuszban. Mozgásos tevékenység, éneklés, mondókázás, verselés. A gyerekházak szolgáltatásait ingyenesen vehetik igénybe a rászoruló családok hétköznaponként délelőtt.